Kiszakadt a felhők Dunája, sűrűn hulltak a hópihék a világra. Azt szokták mondani a tehetségekről, hogy már nagyon fiatal korban felfedezhetők egy emberben. A bonyhádi diákokra is igaz ez. 12-en lehetőséget kaptak a Meseláda pályázat keretében arra, hogy 3 mesét fejlett technikai eszközökkel dolgozzanak át. A pályázatra olyan diákokat választott ki a bonyhádi Széchenyi István Általános Iskola, akik egyaránt tehetségesek irodalomban és informatikában. A diákok által feldolgozott mesék a Hófehérke, a Nyakigláb Csupaháj Málészáj és a Kiskakas Gyémánt félkrajcárja voltak. A tanulók nem csak a meséket készíthették el, egy budapesti kirándulást is nyertek. Mondd meg nékem, kis tükröm, ki a legszebb a földön? Szép vagy, úrnőm, de tudd meg, Hófehérke 100-szor szebb. Vidd ki azt a gyereket az erdőbe, látni sem akarom többé. Öld meg, és bizonyságul hozd el nekem a szívét. Kedves vadász, kérlek, hadd meg az én életemet. Én ebben a rengetegben úgy eltűnök, hogy még híremet sem hallják többet. Menj csak, szegény kislány, hamarosan úgyis fölfalnak a vadállatok. A Hófehérke mesét adtuk elő, és nekem nagyon tetszett, mert be kellett öltözni, és kaptunk szöveget, és mint egy film forgatáson felvették kamerákkal, és nagyon tetszett. Meg kellett tanulni a szöveget kívülről. Voltunk Budapesten is kirándulni, 2 napot voltunk ott, voltunk több helyen is, például Avatar kiállításon voltunk Cyberjam-ban, de visszatérve ide a Hófehérkésre, felvették nekünk, meg is csinálták a háttért, de nagyon-nagyon sokat röhögtünk, meg nagyon tetszett nekünk is az egész. Én nagyon élvezem, és azért választottam a Királyfi szerepet a Hófehérkében, mert úgy gondoltuk, hogy viccesre veszik ezt az egészet, és akkor az egyik fiú lett a Hófehérke, és én meg a Királyfi, és nekem nagyon-nagyon tetszett, és ha jövőre is lesz lehetőség, akkor én biztos, hogy megint részt szeretnék venni rajta. A diákok fejlett technikai körülmények között készíthették el a meséket, zöld háttér előtt vették fel a szöveget, valamint diavetítéses technikával is dolgozhattak. Azt mondják, élvezték az újszerű munkát. Olyan technikákkal készítettük, hogy volt egyszer egy olyan technikánk, amikor képeket az internetről leszettünk, és onnan azokat összeválogattuk, szöveget írtunk hozzá. Ez volt a Kiskakas Gyémánt félkrajcárja, amiben összeraktuk, az a Slideshow Creator. A második filmünk az a Nyakigláb Csupaháj Málészáj volt, amit PowerPoint-ba raktuk össze. Bejöttünk ide az iskolába egy szombaton, és zöld háttér előtt lefotóztak minket, és kivágtuk utólag a zöld hátteret, és utána beraktuk PowerPoint-ba a diákat, és ahhoz külön még hozzáraktuk a hangot is. A harmadik filmünket fölvettük videóra, ugyanúgy zöld háttér előtt. Ez a Hófehérke volt, ennek meg a technikája ilyen videózás volt, hogy fölvettük azt, hogy ahogy mi szereplünk, megtanultuk a szöveget, és úgy adtuk elő. Édes almát vegyenek, szép almát vegyenek! Venni vennék! De nem szóval senki sem beengednem. A héttörpe megtiltotta. Ha nem veszel, nem veszel. Kapok én elég bevőt az almámra. De hogy te se búsulj, ezt a legszebbiket neked adom. Kóstold meg! Nem! Semmi sem szabad elfogadnom. Ejha! De kurta pórázon tartanak téged a gazdáid. Talán csak nem attól féltenek, hogy valaki megmérgez. No, hogy megnyugtassalak, ezt a fakó felét majd megeszem én, és a piros meg legyen a tiéd. Fehér voltál, mint a hó, piros voltál, mint a hér, fekete voltál, mint az ében, de most már a törpék sem tudnak lelket venni beléd. A pályázaton a 3. és 4. osztályos diákok vehettek részt. A budapesti jutalomkiránduláson a Korda Filmparkot és az ott található filmforgatási környezetet és technikákat ismerhették meg. A projekt megvalósításában segítő pedagógus azt mondja, büszke tanítványaira. Ez a pályázat a Nemzeti Tehetségpont pályázata, és igazából 12 tehetséges gyermeket kellett kiválasztani, akik a szövegértésből, illetve az informatikából kiemelkedő tehetségek,
és az ő segítségével dolgoztuk fel ezt a három mesét, amit már a gyerkőcök is elmeséltek, illetve lehetőségünk volt még egy kétnapos budapesti kirándulásra. Úgyhogy nagyon-nagyon büszkék vagyunk rájuk, és nagyon-nagyon ügyes és szép kis meséket alkottak. A Meseláda projekt a Nemzeti Tehetségprogram keretében valósult meg. A program kiemelt feladatának tekinti a hazai és a határon túli magyarsággal való együttműködést, a tehetségek által pedig Magyarország nemzetközi hírnevének öregbítését.